Vigyázó tényleg? Szemeinket most akkor Szentendrére vetjük az Árvácska Állatvédő Egyesület Alapítványhoz. Ne a fenekedet mutassad nekünk, Hani, hanem majd az arcodat. Nagy szeretettel köszönjük. Jól vannak, jól vannak. Szonyát és András. Szonya, te hogy találtál Andrásékra? Úgy találtam Andrásékra, hogy nekem volt egy 14,5 éves labradorom, aki sajnos elköszönt tőlünk egy 5 évvel ezelőtt, és kutya nélkül lehet élni, de nem érdemes. Igen. Úgyhogy elkezdtem nézegetni, és mondtam, hogy mindenképp Menhelyről szeretnék kutyát. És megláttam a Haninak a 2 hónapos fényképét az oldalukon, és szerelem volt első látásra, és akkor én dolgoztam, éppen forgattam hónapokon keresztül, és nem tudtam kimenni a kutyáért, és azon izgultam, hogy mire kiírnak a sorozatból végre, amikor az ember először örül annak, hogy kiírják a sorozatból, és lesz ideje a kutyára, akkor kimentem, és még csodával határos módon megvolt a kutya, és akkor volt 5 hónapos, és szerintem rám várt, ez lehetett a... Akkor ez egy ideális helyzet, tehát kell egy akarat, és van hozzá egy honey. Ez egy kitartás. Nem mindig ilyen egyszerű. Az állatok mellett kell a kitartás, mert ugye nem egy fél évre, évre ők érző lények, és ezért azért kell hozzájuk kitartás. És egy egész életre szól. Hát Szonya kapcsolata nem múlt el ennyivel, hogy elhoztad honeyt. Nem, szoktunk visszajárni, és viszünk ki a kutyusoknak eledelt, meg a kutyaházzal érkeztem. Kutyaházat. Meg néha azért visszamegyünk, hogy ők is találkozzanak Hanival. Hát azért többen úgy mennek, hogy konkrétan kinézik, mint Szonya képről, vagy pedig ott döntenek. Nem, mi javasoljuk. Mik az arányok? Hát sokan vannak úgy, hogy kinéznek a honlapunkról állatokat, de azért a többség megbízik bennünk, és a körülményekhez képest. És akkor mondjuk, hogy itt általában azért az állat választja ki a gazdát, és nem a gazda az állatot. Igen. Volt egy idősebb néni, körbe ment a menhelyen, senki nem javasolt neki semmilyen kutyát, elvitt egy vad kutyát, azóta boldog kapcsolatban élnek, a kutya szelíd, tehát inkább az állat fogja kiválasztani a gazdát. Amíg mi Szonya és Hani kapcsolatában így vizuálisan gyönyörködünk, addig tételezünk fel egy helyzetet. Sajnos rengeteg kóborkutya van. Látok egyet. Ha kell, találok egyet. Mi a teendőm? Nincs benne nagyon a fejünkben, hogy mit kell ilyenkor tenni? Hát attól függ, hogy az ember fél az állattól, vagy nem. Tehát itt az elsőleges. Nem szabad félni tőlük. Mennyire vad a kutya, oda menni, megnézni hozzá, hogy sérült-e az állat. Akkor ha sérült, akkor természetesen állatorvoshoz kellene vinni, mert más nem nagyon tudja őket ellátni, tehát az állatorvos azért... Megnézzük a nyakán, van-e valami, mi kutyánkon van, hogy csippel jelölve, és általában az állatorvosok meg tudják nézni, hogy van-e csip. A többségüknél van csipleolvasó, akkor az, ha föl van regisztrálva egy rendszerbe, akkor le tudják olvasni, és ha a gazda fölregisztráltatta, mert ez nem minden esetben van, akkor ugye könnyű a dolgunk, mert akkor van egy telefonszám, vagy egy cím, akkor elviszük oda a kutyát, vagy fölhívjuk a telefonon. De legtöbb esetben nem is kell elmozdítani a kutyát onnan, ahol találtuk, hanem jobb, ha körbe kérdezünk ott a helyen, hogy ismerőse ott a kutya, mert lehet, hogy oda tartozik az az állat, csak éppen kerítés átmászó, és elnézett egy másik. Igen. Egy buta kérdés, hogy tulajdonképpen ez a foglalkozás, hogy valamikor volt a simtér, aki összefogta ezeket a kutyákat. Most már gyermester, régen simtér. Jaj, úgy, de ez még van, igaziból? Nálunk is Szentendén is van. És akkor viszik oda hozzátok, ugye? Nálunk esetleg. Közös az együttműködés a gyermesteri telep és az Árvácska-Menhely között. Más városokban úgy van, hogy ugyanúgy van egy menhely, de ők látják el a gyermesteri feladatot, és ez helyenként változó, városonként változó, hogy ki hogy csináljon, milyen szerződés kötött a várossal. Mert tulajdonképpen egy városnak, egy településnek kötelezettsége és kötelessége a kóborállatokról gondoskodni. De ez nagyon sok helyen nem így van, sajnálatos módon. Fogjam meg a... Én nem félek a kutyától, megnézem, nem találok rajta. Vigyem be egy telepre? Azért ott az neki rögtön karantént jelent. Azért ez sem olyan egyszerű, mert lehet, hogy a telep nincs nyitva. Most betesszük az autóba, elviszük, és a telep nincs nyitva. Megnézzük okostelefonunkon, hogy úristen, telefon, vagy valami más, akkor először is én még mindig azt mondom, hogy értesíteni, illetve körbenézni, hogy ott a környéken, hogy
Milyen lehetőségek vannak? Postást megkérdezni, az nagyon jó. Hát az állatorvos szól a gyepmesternek, arról van szó. És akkor attól függ ez is, hogy melyik napszakban van, mert mondjuk napközben a mi városunkat tudom megyen, fölhívjuk a gyepmester kijön, elviszi az állatot, ha mondjuk ez egy esti vagy egy késői órában van, akkor már nehezebb a dolgunk, akkor marad egy állatorvos, akik általában nagyon sokan éjjel-nappal nyitva tartanak, és akkor ők hozzájuk elvinni. Vagy ha ismerjük a telefonszámoktól fölhívni, és akkor esetlegességgel kijön. Van az árvácskának egy specialitása. Igen, én azt az információt kaptam, hogy nálatok lehet úgy is állatot örökbe fogadni, hogy csak látogatom. Tehát igen, nem viszem haza. Van egy úgynevezett virtuális örökbefogadás. Ami nekem nagyon tetszik. Mert nem mindenki tudja hazavinni, de szeretne segíteni. Nálunk az a rendszer, hogy eljöhetnek hozzánk, minden nap nyitva vagyunk, 9-től 12:30-ig, és eljöhetnek hozzánk sétáltatni. Nagyon sokan vannak visszatérők. Tényleg sétáltatni lehet? Igen? Két-három évvel jönnek vissza. Az is kapcsolat, az is egy terápiás. Van egy házaspár, először csak kinéztek, aztán megtetszett neki. Te végül is elvitték. Nem, 3 éve járnak sétáltatni. Az a program. Most már úgy van, hogy a fiúk barátnője, annak a barátai, a baráti társaság, és most is volt egy rendezvényünk hétvégén, a Föld napja alkalmából faültetés. Eljöttek, körülbelül abból a családból voltak ott 4-5-6. Igen, mindenki jött tulajdonképpen, és ez egy jó dolog. Tulajdonképpen van, aki szerint, általában azt szokták mondani, hogy a keverék kutyák azok nagyon, nagyon helyesek és édesek, ugye, mert a fajtiszta kutya sokszor sok fajta betegséget hordoz, meg ugye szívósabbak és néha szebbek is, és érzékenyebbek. Kinek a papné, tehát azt mondjuk egy kutyára, fú, ez nem szép, ez csúnya, nem, lehet, hogy a másik embernek pont a másik kutya tetszik. De a keverék állatok ugye az evolúció miatt egészségesebbek. Tehát mondjuk egy ilyen, vannak a kis testű kutyák, azok bőrbetegséggel, légúti megbetegedésekkel, akkor vannak a nagy testű kutyák, azok a diszpláziára hajlamosabbak. Tehát, de mindent meg lehet tudni, lesz még mostanában is lesz eseményetek, nem? Igen, május 1-én lesz a Centennial Postástandon egy rendezvény, mi ott is részt veszünk, illetve nyílt napunk lesz május 16-án, amin szeretettel várunk mindenkit, aki sétáltatni szeretne, vagy örökbe fogadni, vagy csak úgy ki szeretné jönni hozzánk megnézni. Szonya, tulajdonképpen most meg kéne kérdezni a fellépéseket, meg a színházi bemutatókat. Nem, a kutyáról jobban szeretném beszélni. Mennyi idős Hani? Hani 4 éves. Hát őt például a testvérével egy dobozban találták, egy bokorban, az Omszkitó partján, én ennyit tudok a kutyáról. És a testvéreiről tudsz valamit? Tudok, mert tartom a kapcsolatot az egyik testvérének a gazdájával. Hasonlítanak? Nagyon hasonlítanak. Találkoztunk már többször. Ez egy fiú, kétszer akkora, mint ő, de nagyon hasonlítanak. Igen, nagyon-nagyon hasonlítanak. De én azt kell, mondjam, hogy az egyik legjobb döntés volt életemben örökbe fogadni kutyát. Szóval az, hogy... És egyébként hozzá kell tegyem, hogy azért jó, az többször járunk kisétáltatni, és mondjuk érdemes utána örökbe fogadni, mert az ember úgy hirtelen szerelemből elvisz egy kutyát, és utána mondjuk nem tud vele mit kezdeni, vagy esetleg kiderül, hogy a habitusa a kutyának más, mint a gazdájának, és visszaviszik, az egy borzasztó trauma az állatnak. Ezért jó az árvácska, föl lehet készülni rá, és ez meg is tanulható. Nagyon-nagyon szépen köszönjük!